Böjte Csaba tartott előadást a pécsieknek. Az erdélyi ferences szerzetes a békéről mesélt a közönségnek. Csaba testvér számos történetet elmondott, melyek a szabadságról, az összetartozásról és a megbocsátásról szólnak. Mindannyiunkat foglalkoztat ez az ukrán háború, és igazából a békéről szeretnék egy pár gondolatot elmondani, mert úgy érzem, hogy nem csak fegyverekkel lehet háborúzni, hanem sajnos sokan szivakodnak, veszekednek, sokszor még saját magunkkal szembe is háborút folytatunk, úgyhogy jó lenne az áldott béke, mint nagy folyó, hát erre a világra borulnám. A szerzetes egyébként az Összefogás Pécsért Egyesület szervezésében érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. A szervezet ugyanis most ünnepli alapításának 20. évfordulóját. Annak idején nem véletlenül választották ezt a nevet, mondta stábunknak Kővári János elnök. Szeretnénk, hogyha az emberek között hidak jönnének létre, több generáción keresztül is, és persze mindenféle gondolkodású ember között. És hát úgy gondoltuk, hogy erre a legalkalmasabb a Böjte atya, akivel a 20 éves szülinapunkat meg tudjuk ünnepelni, hiszen ő tényleg ilyen ember, aki hidat épít gyakorlatilag mindannyiunk között, az ő derűjével és állandó optimizmusával. Bár az elmúlt 2 évtizedben több változáson is átesett az Egyesület, céljuk továbbra is a pécsiek, a civilek támogatása. A Böjte Csabával készült beszélgetést hamarosan teljes egészében is láthatják a Pannon Televízió műsorán.